Laci, szeretettel köszöntelek téged itt ebben a kis beszélgetésben, ugyanis egy komoly szintet értél el a DXM-ben, ami után mindenki vágyakozik, ugye az is a jelszó, hogy cél a gyémán, és ez neked ráadásul baromi gyorsan sikerült, úgyhogy szívből gratulálok hozzá. Köszönöm. És örülök, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Szokás szerint azt szoktuk kérdezni, hogy hogy kerültél te ebbe az üzletbe, tulajdonképpen mit találtál meg? Kerested, vagy csak így véletlen? Kerestem. Uh-huh. Én is köszönöm a meghívást. Tehát a lényeg, hogy én ezt kerestem. Nem ezt, hanem olyasmit kerestem, amivel kiválthatom a 10-15 féle vitamint, amit én szedegettem. De régóta szedegetek vitaminokat. Hát aztán kerestem, kutattam, nem volt egyszerű a dolog. Belefutottam másokba is, tehát más termékekbe is, de valami miatt egyik se volt jó. És akkor véletlenül akadtam a sárga inges Bojtos Zoltánnal. Hát akkor sárga ingben, legalábbis erre emlékszem. Aztán hát így kezdődött a dolog. Biztos, hogy mindenkit ez érdekel leginkább, úgyhogy meg is kérdezem, hogy hogy a fenébe tudtad te ezt ilyen gyorsan megcsinálni? Mi a titkod? Hát nincs itt titok, tehát ez nem titok. Egyszerűen nem tudom, akkor én elhatároztam, ugye ekkor jött ez a vírusos dolog, tehát a munka nem volt, mondjuk nekem nem is nagyon kellett volna, mert én már elég régóta nyugdíjas vagyok, más okokból kifolyólag, de én szerettem mindig dolgozni, aztán úgy elhatároztam, hogy megpróbálom megcsinálni, mert úgy szimpatikus volt ez az egész. Tehát a fölépítés, MLM-ben már próbálkoztam régebben, egy pár évtized, amikor bejött Magyarországra, de ez tényleg nagyon szimpatikusnak tűnt, tehát olyan emberközelinek. És ezt úgy is meg akartam kérdezni egyébként, de jó, hogy elmondod így. Hát kérdez azért, mert hát a csapongok, de ez tényleg nagyon elfogadható volt. És hogy mi a titok? Nincs titok, egyszerűen itt szép szlogeneket lehetne itt mondani, hogy jót csináljunk, és jól csináljuk, hogyha csinálunk valamit. Aztán azt hiszem, pont a mai napon tettem fel egy Váci Mihály verset, az egészet, hát ez még a még nem elég, úgy van, nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, meg nem elég akarni tenni kell. Igazából ez mindenki arról beszél az egész történelem folyamán, amiről ez is szól. Hogy sóhajtózhatunk, rossz az életünk, de nem teszünk semmit. Én meg úgy gondoltam, hogy hát akkor teszem, akkor csinálom. És akkor, de én tényleg keményen csináltam. De nem úgy, hogy na most akkor vért izzadtam, mert a franc ez, de hogy is. Viszont nem egyszer. Ezzel aludtam el, a DXM-nel aludtam el, a DXM-nel ébredtem föl. Laci, vannak ezek a szokásos kérdések ebben a kis rövid interjúban, hogy mi az, amit tanultál így az utat során. Ezt már kérdeztük nem is olyan régen, hiszen nemrég voltál te SA, és igazából, ha jól emlékszem, egy hétig vagy 10 napig voltál SR, sztárul. Ja, azt nem tudtam ki azt igazán nem tudtad kiaknázni, igen? Nem. De én egy kicsit olyan blődnek érzem ezeket a kérdéseket, hiszen ezt nemrég kérdeztük. Úgyhogy annyit megkérdezek, hogy kinek mondtad el például legelőször ezt, hogy gyémánt lettél, vagy elbüszkélkedtél ezzel valakinek? Nem. Én szerény vagyok. Ja, emiatt? Én a hülyeségek szerény. Általános iskolás koromban is, hogyha mondjuk jól feleltem, akkor sem mondtam meg otthon. De nem tudom miért, szóval ezt tényleg nem tudom megfejteni. Sokszor gondolkodtam azon, hogy miért van ez. Ugye ez kiderült, tehát a munkatársak számára, meg a Facebook ismerősök számára ez kiderült, persze, hát gratuláltak, de alapvetően igazából nem, azt hiszem nem. Nem, tényleg nem. Nem mondtam senkinek. Pedig én azt gondolom, hogy te nem egy meghívást fogsz kapni, ha majd végre össze lehet gyűlni offline is az embereknek,
itt a DXN-en belül, szóval sokan fognak téged megkérni arra, hogy tarts egy kis előadást arról, hogy hogy tudtad ezt ilyen gyorsan elérni, úgyhogy jó, ha lelkileg készülsz erre, mert én azt gondolom, hogy ez tényleg egy példaértékű dolog, és ahogy itt elmondtad, hogy igazából csak az akarat, meg az, hogy csinálod, és még egy valamit egyszer csak nem akartam közbevágni, Kócsó Laci a Druszát szokta mondani, hogy meg kell tanulni DX-enül gondolkodni, hogy valahogy mindig ott legyen a hátsó fiókban az, hogy DX-en, szinte alvás közben, vagy ébredés után rögtön, és úgy látszik, hogy ez neked egyszerűen ez így alakult, és... Hát ugye igazából itt nem csak arról van szó, hogy DX-enül gondolkodok. Na most, hogyha az ember komolyan az életében valamit csinálni akar, akkor átveszi annak a dolognak a sajátosságait. Nem véletlenül mondják azt, hogy akkor tanulsz meg egy idegen nyelvet, hogyha idegen nyelven már tudsz álmodni. Uh-huh. Tehát a színész szintén beleéli magát úgy a szerepébe, hogy úgy alszik el, mitől lír ki a királyként, stb. A jó lakatos szintén, hát benne van abban a munkában, vagy a jó kamion vezető, nyilván benne van a kisfolyában, hogy na most akkor itt erre kanyarodok arra, stb. Tehát ez mindegyik szakmára igazából jellemző. Tényleg a hozzáállás, hogy akkor hozzáállok, vagy pedig inkább mellé állok. Igen. Arra lennék kíváncsi, hogy meddig látsz el, tehát milyen távlati terveid vannak ebben a dologban, vagy vannak-e még? Jó a kérdés. Nyilván nem véletlen, hiszen ugye az embernek azért van egy kora. Mert hogyha mondjuk egy 30 éves lennék, akkor is nehezebb válaszolna az ember, meg most is, hát meddig látok el. Nem tudom, én ezt a gyémántot se láttam, igazából ezt se láttam. Én azt gondoltam, nagyon gyakran, csinálom, és akkor én gyakran észre se vettem a változásokat, viszont az igaz, hogy minden nap ott voltam, figyelgettem ezt az e-word-ot, stb. Az eredményeket, de úgy voltam vele, hogy jó, oké, majd mennek a dolgok ugye maguk útján, hogy meddig látok el, hát. Tehát igazából igen, ez hallani, hogy csináljunk terveket, és akkor, sőt, bontsuk le napra készen, stb. Én különösebben nem tervezem, de soha nem is nagyon terveztem. Én azt mondom, hogy én csinálom, és akkor ahogyan csinálom, hát akkor úgy, tehát mindenképpen vannak eredmények. Mindig vannak eredmények, és akkor most nem kell azt kitűznöm, hogy mit tudom, 2022, akkor én kétszeres vagy háromszoros gyémánt leszek. Viszont mindent megteszek annak érdekében, hogy ez így legyen. Hát Laci, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Jó lett volna még egy pohár bort is meginni hozzá, de hát ezt így online nehéz. Ti akkor kellemes hétvégét kívánok neked, és köszönöm. Töretlenül előre, úgy, mint eddig. Köszi Zoli, nektek is viszont.